Egy átmozgató zumbával kezdődött az autómentes nap Bonyhádon. A város már több éve csatlakozik az Európai Mobilitási Héthez. Az eseményre a környező iskolákból és óvodákból is ellátogattak. Nagyon jó vagyok! A programok között egészségfejlesztő játékok, crash-suli, illetve e-roller, közlekedésbiztonsági feladatok várták a diákokat, érdeklődőket. A délután folyamán pedig voltak, akik biciklire ültek, és csatlakoztak a kerékpáros felvonuláshoz, amelynek élén egyébként Köllő Babett, a völgységi városból származó színész műsorvezető teker. Nagyon jó hazajönni Bonyhádra, az Ibolya is kérte, hogy jöjjek, a polgármester asszony, mert nyilván az egészség az nekem nagyon fontos, és ha hirdetünk egy autómentes napot, vagy egyetem bármi, ami az egészségről szól, abban én benne vagyok, mert ahogy az ember a kora halad előre, te ezt még nem tudod, de ahogy az embernek a kora halad előre, egyre fontosabb szerepet kap az egészség. A program elsődleges célja az volt, hogy előtérbe helyezze a fenntartható közlekedést. A mai napon nem csak mi, mint Bonyhádváros önkormányzata veszünk ebben részt, hanem most zajlik az Európai Biztonsági Hét is, melynek keretében a katasztrófavédelem és a rendőrség is részt vett a programjainkon, így megismerhetik úgymond a baleset megelőzés szempontjait is, hogy kell biztonságosan közlekedni. Füstsátort próbálhattak ki a gyerekek, mentőautót, rendőrautót, tűzoltót nézhettek meg, kockákból közlekedési táblákat kellett kirakni, keresztesztet tölthettek ki a mai nap folyamán a gyerekek. A délutáni kerékpáros felvonulást követően a Mozdulj Bonyhád programsorozat eredményhirdetése és tombola sorsolás zárta a jó hangulatú eseményt.